No, Liza iszik egy rózsaszín kávét. Vigyázz, mert ez még azért meleg. Noé megkér egy ilyen fehér csoki, hát ez nem kávé, ez csak fehér csoki, meg ilyen ilyet kész. Most a világvége van, mert nincs meg a melyik órád, az autós óra. Megkeressük majd, nyugi. Ne hiszti kézni, jó? Apa megy dolgozni vissza. Ezt át kell dobjam oda. Hopp. Na. Egy vétel az asztalhoz, attól még Liza. Na most akkor megkóstolja Noé ezt a gyimókát. Gyimókát. Jaj, ez még mindig olyan mókás. Na. Én meg egy jeges kávét fogok most inni, úgy érzem, hogy nekem most erre szükségem van. Hú, ez milyen átlátszó színű. Érdekes. Hangos. Ja. Megfogod, de most ez még meleg, jó? Tegyünk bele jégkockát? Jó. És ez már a második adag, mert egymásét is megkóstolják, úgyhogy ez most már a rózsaszín. Noénak az epres, neked meg a fehér csok is, ugye? Igen. Na, úgyhogy ilyen is most. Igen. A kamarell. Micsodi? Kamarell. Apa. Kamarell van benne. Kamarell? Karamell. Jó finom. Karamell. Mondjad szépen, karamell. Karamell. Ügyes vagy. Karamell. Na, és akkor itt van Ali is. És ott kaffinom. Ali fog először választani tojcit. Nem hagyjuk itt a nyuszinak, mert a nyuszi ellopja itt a csokijainkat az asztalról. Ne kérdezzétek. Felugrik Alexnek a székébe, és onnan feljön ide, és ellopja. Igen, te voltál. Tudjuk. Melyik a középső? Jó? Liza, válasz. Jaj. Jó, Ludika? Én a bolt, ezt már jó. Na, nyitjuk már is. Valamon muszáj egy kávést innom. Elhagyott az erőm. Most itt el volt hagyva az erőm, de... Jaj. Na, iszok egy jeges kávét én is. Karamell. Mi kamarellás? Kamarellás kávét iszok én is egyet. Ez gyerekkávé. Gyerekkávé? Fincsi? Igen. Na gyere, Ali, addig mi megbontunk, jó? Gyere, bontunk. Anyában van kaffem. Hogy mi? Kaffem. Kamarell és kaffent van az enyémben, ugye? Mefemet. Koffein. Kaffent. De cuki vagy, kaffent. Ennyi is igazi. Ennyi is. Uh-huh. Ja. Velje. Nem tudom ennyi felé forgatni. Gyere, Ali. Gyere. Egyszer jobbra, aztán forgatni. Igen. Azt csináltam. Most meg én nem vagyok benne, nem baj. Mi van benne? Nézzük. Velje. Ebben van az ajándék. Először az ajándékot nézzük. Jaj, de nagy finomságot isztok ki. Na, ebben ilyen kis figurák van, és egy lány van benne, Liza. Szerintem úgy látom, ez egy lány. Figurál, hajgumi, vagy mi? Hajgumi? Valami gumi is van hozzá, nem így összerakom. Itt vannak a... Szerint... Nem is tudom meg. Ezek lehetnek benne. Na, mit kell ezzel a gumival csinálni? Aha, ezt ceruzára kell tenni. Miért érzem azt, hogy a forródon fog? Jó, én neked melyik van? Neked ilyen... Batman! Batman! Szerintem ez a Batman? Batman, ő tudja betülni. Neked Batmaned van? Nem mondod, hogy pont a Noé, aki imádja a Batmant. Neked lett Batman. Ez Batgirl. Szerintem ez egy lány, nem? Ez a lány. Ez nem a Batman, szerintem. Fiú. Fiú? Ne hoppá.
Ez ilyen ceruza, ceruzára lehet tenni. A gumit neki is van, csak neki kék a gumia. Jó, azokat a gumikat összegyűjtjük valahol. Jó, igen. Ali, akkor hát az Alexi is lány. Lehet, hogy elcsél a Lizával. Tiédben mi van, Liza? Nem tudom. Uh-huh. Na, beköltöztek a szuperhősök? Igen. Hú, ez micsoda. Ez távcső vagy ágyú? Távcsöves ágyú? Igen. Honó, én meg hallom zenél. De jó. A hálóba beküldtük, hogy ne itt klimpírozzon nekünk. De még mindig klimpírozik. Még mindig, igen, klimpírozik. Hallottam, igen, igen, hallottuk. Nagyon, az, nagyon szép volt, igen. Na, nyomás fürdeni, jó, gyerekek? Te vagy az első, akkor ti még megtettok. Pum, 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 pum. Ja, ágyú. Aha. Meg fiúk megjöttek a CBA-ból, és hoztak megint ilyen kis akciós dolgokat. De ez mennyiről van amúgy leárazva, azt tudjuk? 129 forint érték a kocsik, az tök jó. 318. Komolyan? Ja, igazából te is fölért mentek, mert csinálunk majd ebédre rakott krumplit, az volt a kívánság. Pogácsa, még egy csigabiga. Ezt elviszed ezt az autót? Fakopáncsot, igen, látottok fakopáncsot, tudom, igen. Mi is kiszállottunk a Lizával megnézni, de már nem volt ott az oszlopon, villanyoszlopon. Na, jött egy kis kifli, kenyérke. Burgonyás kenyér. És a legendő tejföl. És a zsemle az nem jött végül nekem. Tehogy nem. Akkor most én nem kaptam reggel. Nem, a Lizának. Nem, a Lizának kértem. Hát akkor én nem eszek. Van ilyen finom ízé, ilyen borsos tipó ez a... Borsos. Ilyen, de finom tényleg. Én nem kérek borsost. Egészségedre. Hopci! Na, majd elkérjük akkor apától azt a fakopáncsos videót. Na, mi újság? Igen. Majd megnézzük. Na, mi kiszaladtunk a Lizával, de már se híre, se hamva nem volt. Na, jó étvágyat, gyerekek. Én hallottam legelőtt szörje. Tényleg, olyan hangos volt. Igen, aztán hangos hallott, hogy mihez kérdeztem. Na, mit látunk? Fakopáncs! Nézzük, hogy oda tudunk-e zoomolni. Ott van. Valamit talált az oszlopban, valami jó kis. Tetszik? Igen. Két fiú akart elmenni reggelit vadászni, ugye, ahogy szokták hétvégén, és természetesen olyé nem ettem a kiflit. Itt van. És kérdezem, hogy miért pont kiflit hoztak, ugye, amikor... Hát most a Lizának lett ilyen kakaós csida, szóval nem értem. Na mindegy. Hát ő azt mondta, hogy a kiflit választott volna. Én megmutattam a tegnapi gumipogácsát, amiből ugye szoktunk mit csinálni legvárnám. Márkos, csak azért megjött itt a krumpli. Hát elég kis puhák ezek a krumplik, amiket vettünk az Osánban, ugye. Hát mennyi volt? -70% vagy? 10 kiló 800 forint volt. 10 kiló krumpli 800 forint, úgyhogy tegnap ugye megcsináltuk belőle ezt a krumplis gumipogácsát, ma pedig ugye a kívánság az rakott krumpli volt, de most egy kicsit fogok rajta módosítani, szóval ilyen hagymás, besamelleszerű szószal fogom szerintem csinálni, nem csak simán tejföl, meg szalonna, meg szercsendió, meg ilyesmi, kicsit most így bolondítunk rajta, jó? Úgyhogy igen, ez szó most. Most kimentek az udvarra játszani, el fogjuk ültetni majd a kis négy mentett viráglet, hogyha... Igen, négy klematiszt, úgyhogy azokat most nem muszta, tegnap első sütő volt, úgyhogy tegnap nem, de most gyönyörű szépen süt a nap. Úgyhogy már mindenki kint van, mert a gyerekek kint vannak, és akkor mi pedig akkor készítjük az ebédet. Nem mutatom, hogy
Hú, de jól néz ki, így egy kupasz, azt ne rakjam. Hoppá, hoppá. Ne rakjam bele egy dobozba, szerinted nem fog el? Szerintem de. Ugye? Aha. Szóval, így. Ilyen lenne a gumipogácsa, ugye? És mi pedig a mákosat is készítjük. Mert valaki van harapott, és így hagyta itt. Na, szóval igen. Kész kettőt valaki ilyen harapás. Majd folytatjuk végül is. Hát gyerekes szeretne, ez előfordul. Szóval én nekem egyébként sokkal jobban ízlik a mákos változata. Úgy megcsináljuk, mint egy, tehát úgy fel kell őt tekerni, mint egy kakaós csigát, csak ilyen irányba tesszük be a sütőbe ugye őket. Úgyhogy ez isteni finom, cukros, mákos. És nekem ez sokkal jobban ízlik, hogy keresek akkor nekik egy dobozt, meg akartam mutatni, hogy a krumpli, most a fő szerepe, hány kiló? 10 kiló krumpli? Kettő elment erre. Aha, ez itt 2 kiló krumpli, meg amennyit nem ugye megettünk, meg a szüleim is jöttek tegnap. És akkor most lesz rakott krumpli 1,5 kilóból. És akkor 10 deka, amit hozzak, akkor hozzá, mert nem tudtad, hogy... Majd mindjárt megnézzük, hogy így nagyjából egy ilyen jóhoz képest az mennyi. És akkor majd még lesz szerintem lepcsánka. És még lesz trapacska is. Hát mit lehetnék krumpli, bocs? Mert eléggé már olyan... Hát, na. Hát nyilván azért volt leárazva, mert már nem sok van hátra annak a krumplinak. Úgyhogy, ja. Majd kitaláljuk még, mit lehetne csinálni. Mit lehetne? Én inkább sütni jó lesz szerintem. Aha. Biztos, hogy ezen krumpli leves irányba mennék. Sült krumpli? Na, majd akkor kitalálgatjuk, hogy mit lehetne még csinálni. Tudjátok, mi fog még most készülni? Készítek el, maradt egy csomó ilyen hozzáadott cukor nélküli, hát nem finom, valljuk be. Ami nagyon nem volt finom, ez a darálós keksz. Ez a fajta, ez, nem is tudom, ez melyik. De van ilyen is. Úgyhogy ebből meg még tudjátok, mi maradt, nem mutatom. Szaloncukorból ez a málnás vagy epres, na hát ez is bő rossz volt, nem bírtuk megenni. Hát akkor ugye kell hozzá lekvár még, meg ilyen nutellát szoktam beletenni. Szóval igen, a kókuszgolyó az tipikusan, az fog készülni, igen, most elárultam. Szóval az tipikusan olyan, amivel minden ilyesmit el lehet használni. Úgyhogy igazából itt most nekem lesz, a gyerekek is egy párat majd esznek belőle, de nem tudom, nekem ez a hozzáadott cukormentes, ez az édesítőszeres dolgokat nagyon nem, szóval sem magamnak, de pláne nem gyereknek nem adnék ilyen, hogyha nem, tehát hogy nem dietetikus által javasolt, szóval nem cukorbeteg, meg ilyesmi, akkor én semmiképpen nem szeretném ezt gyereknek adni, de ezek most így itt megmaradtak, szóval nem akarom kidobni, úgyhogy ebből most készítünk egy kis kókuszgolyót. Mit csinálna? Lerítjük az afrikát, és csak, hogy nem. Ez jó. Azt fogom csinálni, hogy... Hogy itt ezen a szalonnán, majd megszívtam a hagymát, utána pedig volt ugye a tej és a liszt. Tehát a lisztet kell kicsit. Jó. Még így nem csináltuk. Ez most itt az első ilyen, kicsit ilyen krémesebb próbálkozásom. De attól még tejkol is mehet vele, ugye? Milyen tejszínünk van? Laktózmentes főző tejszín. És azon meg lehet csinálni a besamel főző tejszínnel? Akkor lehet, hogy nem besamel lesz, azt hanem inkább főző tejszínnel fogom csinálni. Nem kell az a liszt bele szerintem. Inkább ilyen tejszínes legyen, de a francia és a magyar rakott krumpli keverékét próbálom most így itt összehozni. Na tehát ez itt egy tökéletes egyveleg lesz. Remélem, hogy tökéletes lesz a végeredmény. Szóval itt van a szalonna, a hagyma, és akkor még tettem bele ilyet is, felvágtam bele. A Lacinak majd külön ilyen nagyobb szeleteket fogok tenni. Ugyanis valaki nem eszi meg a tojást, ugye a Laci? Aztán valaki nem eszi meg a rakott krumpliban a ilyeslét, az én vagyok, és a gyerekeknek meg ez tök jó. Valaki nem eszi meg a szalonnát, az a Liza.
Ja, Istenem, olyan, mint hogyha egy ilyen finnyes cheddernénk, pedig nem. Csak a rakott krumpli az pontosan olyan, ami ugye, hát igen. És akkor valaki szereti a tetején az olvasztott sajtot, valaki nem. Az én vagyok. Megeszi a kolbászt. Igen, kolbász is kell vele valakinek, igen. Ugye, mert hát valakinek ugye csak krumpli rakománya van, meg szalonna, aki nem szereti ugye a tojás benne, az kér bele kolbászt, viszont valaki nem eszi meg a kolbászt, aki én vagyok. Meg a gyerekek se. Ugye kolbászkát még kérünk szépen. Hát ti mit kértek szépen? Kolbászt. Kolbászkát? Most tök úgy ezeket így kipakoltam, de hát amíg ez nem megy be a sütőbe, addig. Igen, most kaptak a gyerekek 10 óra itt, és van nekik ilyen mancsőrjáratos, ilyen rostos keksz. Na most, hogyha ők ezt nem eszik meg, akkor szintén gondoltam, hogy belerakom a... Megették amúgy? Ez jó lesz a macskát. De szintén belerakom a kókuszgolyóba, mert mindent itt meg akarok semmisíteni, nem kellnek ezek itt. Nekünk nem, magában nem esszük meg, mert nem, ezek nem finomak, sajnos. Na már mehet is be a sütőbe, szóval ez az én felem, aki szeretem ugye a zsemlemorzsával, a középen van a gyerekeké, így, és őknek ugye még ott a tojás, de ők már ugye sajttal kapják és virslivel, itt pedig a Laci, aki sajttal, zsemlemorzsa nélkül, kolbásszal és szalonnával. Igen, azt hiszem, hogy mindent jól mondtam, és még virsli is van neki, jó, oké. Tehát itt a három zóna, meg lehet majd őket, remélem, könnyen különböztetni. Oké, teszem. Na képzeljétek, megadta magát ez a védlés. Úgy is utáltam, tehát kvázi örülök is neki, mert semmire nem volt jó. Na most ez így valahol, tehát sose lehetett rendesen ráéreszteni itt a... Hol van a kés? Ez. Igen. Sose lehetett rá illeszteni így rendesen a tetejét, tehát mindig így inogott, és most nézzétek meg, bedarálta itt magát, vagy nem tudom, mit csinál, de hál' Istennek elromlott, úgyhogy április 3-án vettük egy éve, és most van, nem tudom, április vége van, szóval egy év az lejárt, nem tudjuk, hogy mennyi garancia van rá, de... Akkor sem szerettem. Tehát amire szerettem volna, hogy a hagymapritásra, meg paprikapritásra, ilyen pörköltnél, meg ilyesmi, hát kicsapta az oldalára. Ezt mindig mondtam nektek szerintem, hogy tökre nem jó az edénye, hogy ilyen lapos, de széles. Úgyhogy sajnos ez... De meg egyébként is, ahogy így daráltam, mondjuk most itt a kekszeket, olyan durván rázott a gép maga, hogy szabályosan kellemetlen. És ugye most itt 3 zacskónyi kekszet daráltunk le, tehát annyira nincsen tompítása itt a motor mellett ennek a fejrésznek, hogy valami nagyon-nagyon rossz konstrukció volt ez sajnos, úgyhogy hatalmas csalódás, úgyhogy szerintem valami, nem is tudom. Mert a Bosch néztük, de az szintén ilyen széles volt, úgyhogy nem tudom, mert műanyagot semmiképpen nem szeretnék már. Úgyhogy meglátjuk, valamit akkor majd keresni kell, mert az viszont egy tök jó segítség. Jaj, félrejártam közben. Szóval, hogy mit tudom, amikor már ilyen, nem tudom, ilyen 1,5 kiló vagy 2 kiló húsból csinálsz pörköltet, és akkor még ott ahhoz való hagymát, meg paprikát, meg mindent is kockázni, tehát szerintem óriási nagy segítség ez a daráló funkció, meg sokkal jobban le tudja darálni, ugye, és krémesebb lesz a pörkölt, sokkal jobban szeretem, hogyha ilyen kicsit olyan nedvesebbre van ugye darálva a hagyma meg a paprika benne, szóval igen. Na jó, készítem itt a kókuszkolyót, tettem eddig ott adok, hogy tettem egy kis laktózmentestet, egy kis ilyen milkát. Most majd mindjárt hozom a lekvárt, és akkor majd így elkezdjük így ugye kevergetni, és akkor fogok majd úgy, hát ugye hogy addig kevergetem, amíg meg addig teszek hozzá, amíg az állagra ugye olyan szimpatikussá válik. Na, végül mit mondtak? Fejlesztem a zsifélszolgálatot. Hát, hogy 3 év garancia ezekre a saját márkás ilyen szilverkresztekre, és hogy rögzítette a bejelentést, és hogy nem tudom, milyen KFT végzi ennek a félszolgálatát, azok fognak hétfőn keresni, hogy akkor nyilvánható, hogy csere vagy. Én még egy ajándékot találnék, sokkal jobban örülnék, hogy egy cserének, mert a csere akkor az megfölt éppen a Vintidre, vagy
Hát a Facebook Marketplace-re én nem kérek ebből többet. Nem volt olyan, amikor az volt, hogy már nem cserélhető, és akkor valami kiküldtek valami ízét, ilyen utalványszerűséget, amivel lehetett vásárolni, vagy valami, hogy nem is utal... Nagyon jól jönne, vennék belőle epret. Nem is utalványt, hanem azt hiszem egy ilyen levelet, hogy akkor nem tudták cserélni, és egy ízé... Szerintem ez már jó lesz, nem? Igen. Viszont ráér most gubancolni, vagy nagyon dolgozik kint? De ő nagyon szereti, úgyhogy szerintem Riza szereti gyúrni a kókuszgolyókat. Mi ez? Dudikám? Hol vagy? Ez micsoda? Mit csinál? Dudál. De Riza nem tud menni, a Riza most dolgozik. Csinálja a kókuszgolyókat. Nem szóltál neki, hogy bejöttél? Kiladított a gyerek már ebből. És nem is oda, hogy csinálja, hanem a szomszéd kisfiú. És én kiöltöttem, hogy elég már, hagyd már. Azt mondja, na én, Dani, elég. Mondja, jó, tudsz. Nem adja abba. Nem adja abba, azért is csinálja tovább. Na, néztem most itt a Facebookon. Ja, nem adja abba. A Facebookon, hogy 2-től 5-ig valami bolhapiac lesz Budaörsen üldési házba, úgyhogy mondtam Alcinak, hogy jaj, megyünk! Odaig volt az ötletedet. Jaj, végre már menjünk már valahol, már szabaduljunk már egy kicsit ki, jó? Nem hagyja abba ezt a dudanyomkodást. Neked van kedved menni bolhapiacra? Igen. Igen, akkor megyünk. Ludika is nagyon szeret nézelődni, meg alkudozni, úgyhogy akkor elmegyünk. Most megkészülnek a finom kis golyócskák itt a kis Lizának a reszortja, ez a golyókészítés, ugye? Igen. Nagyon ügyes vagy. Szép kis cukik lesznek. Kis cuki Liza kezecskéjével. Elkészült. Most megfordítottam, és itt van az én részem. Itt a gyerekeké, és itt a Naci. De vigyázz nekem, nehogy hozzáérjön, mert ez nagyon forró. Még ott a virsli, látod? Igen. Ott kukucskál egy virsli. Na, mi lányok, mert itt vagyunk az asztalnál. Ezt nem is mutattuk meg, Liza, hogy mamáik mit hoztak. Teve, teveteljes csoki, olyan, mint a Dunakavics, de hál' Istennek nem olyan fogkitörő, hanem puha. Tehát, hogy megkóstoltuk már reggel, és tök jó, nem tudom, hogy kincs lenne. De belül sima tejcsoki van. Hello, szerintem vedd közle nyugodtan, mert ez még meleg, ez a kaja, nyugodtan vedd le. Úgyhogy ilyet kaptak a gyerekek egyet-egyet ajándékba. Teveteljes, hát nem semmi. Fincsi? Na, jó, helyes. Volt nyitás rá, úgyhogy. Fincsi. Na, gyertek már enni, nem mászkálgatunk itt össze-vissza. Gyertek! Na, kiment az innivalóáj. Jó, oké, innivalóért, oké. Fölfelé mutat a kéz, nagyon jó, ügyes vagy. Akkor finomat készítettünk, megérte? Egész délelőtt csinálni? Na, örülök. Azt már szeretem, ha szeretitek, amit főzünk. Megjön egy vihar, minden nap olyan vihar van, és török az ég. Na, sziasztok! Most vettem meg ezt a videót, és úgy gondoltam, hogy most így frissibe, tehát úgy nagyjából, nem is tudom, egy olyan egy hónap, körülbelül egy hónap csúszásban vágom a vlogokat, szóval ez most teljesen friss, ezt ma veszem fel, amikor ugye vágom is a videót. Gondoltam, hogy mondok néhány szót, mert egy-két komment komolyan úgy kicsapta a biztosíték, az is finoman fogalmaztam nálam, hogy azt jobb, hogyha ezt helyre tesszük, szóval. Egyrészt ugye nagyon sajnálom azt, hogy a YouTube-on nincsen olyan funkció, hogy egyes kommentelőket, embereket véglegesen kitiltani egy csatornára. Ezt nagyon sajnálom. Bizonyos videók alól lehet törölni kommentet, meg ott lehet korlátozni, hogy többet ne tudjon ahhoz az egy videóhoz hozzászólni, de úgy a csatornát a továbbiakban is tudja nézni, és sajnos nézik, ez a bajom, hogy nézik. Na, szóval, felraktam egy videót, amikor az Osánban voltunk, és nézegettük a közeli lejártós
termékeknek a pultját. Ugye ezt nagyon-nagyon sok vlogban mutattam nektek, hogy amíg ők ugye ott vannak táncon, nagyjából egy órát vannak, addig mi bemegyünk az Osámba, ott van pont mellette, az edzésük mellett, szóval pont annyi időnk van, egy óra pont arra elég, hogy oda hátra batyogjunk, megnézzük azt a kínálatot, meg esetleg még a Pepco vagy Kik, vagy valami még egy üzletnél így belefér, így gyorsba, így futásba, szóval ezeket én elég sokszor mutattam ugye nektek, mert hogy ugye találtunk, hát mondjuk azt, hogy találtam számomra érdekes dolgokat, amiket így meg tudtam engedni így magamnak. Szóval most akkor a saját nevemben beszélek, például protein puding, amikor ugye elég kemény diétában voltam, protein puding, protein joghurt, akkor a cukormentes joghurtok. Ha ezeknek megnézitek, meg a laktózmentes tej például, ezek tök jó példák arra, hogy mondjuk 2-3 nap múlva fognak lejárni, és akkor -50-70% kedvezménnyel meg tudtuk venni. Na most én megmondom nektek őszintén, hogy egy protein pudingot 1000 forint per darab áron, egy kis 200 millis pudingot nem fogok magamnak megvenni 1000 forintért. Akkor inkább nem eszek pudingot, ennyi. Viszont nyilván a gyerekek esztek pudingot, a Laci imádja, ugye az Erman pudingokat, azt szoktam nektek mutatni. Nyilván azért én is, értitek, elcsingozok, és ha meglátom, hogy van ott éppen, akkor megveszem. Most ez csak egy példa arra, hogy akik esetleg nem értették meg a mondandómat a sok muncsos videóval, ugye, amik ilyen 50%-os nap végén egy pakkot összerak, mondjuk az Interspárba mentünk egy párszor, most már a CBA és a Penny is csinálja ezt, hogy ilyen zöldségmuncsok, oda is mentünk nagyon sokszor, szóval ezeket mutattam, és eddig nem jött ilyen komment, érdekes. Most viszont nem tudom, most az oceános videó alatt azért egy kicsit mutattam azt is, hogy ott például azért azt a málnát, vagy mondjuk azokat a zöldebb felvágottakat nem biztos, hogy kiraktam volna oda a pultra, szóval az abban igazuk van, hogy azért valaki, tehát akik oda pakolják ki, ők azért felelősek azért a hátsó kis bugyorért, ami ugye ott van az oceánnak a csücskében, de hát azért azt meg kéne nézni, hogy azért zöld felvágatokat ne tegyünk ki. És én is mindig, tehát a vlogokban is mutatom, hogy átválogatom, megnézem. És ami olyan, és úgy ítélem meg, nyilván azokat hozom el. És mit tudom én, például egy tejföl, a túró, az egy tökéletes példa, túró szinte mindig van a lejárásban, közeli jártós puton, amit egy két nap múlva lejár. Például nem is tudom, egy 250 grammos túróért nekem 800 forint, iszonyat csak, hát imádjuk például a túrós tésztát, a túrós palacsintát, és például a tejföl is borzasztóan drága lett, egy ilyen vödrös tejföl, és már 1000 forint fölött van. Ezeket 50%-kal olcsóbban megveszed, és megcsinálod mondjuk este vacsorára, hogy megyünk haza a gyerekeknek. Általában a vacsorákat vettünk így, vagy pedig a másnapi ebédet. Ebédnek az alapanyagát, hogyha találtunk valami olyasmit. Mindig mondtam a Lacinak úgy viccelődve, hogy mi nem azt tesszük, amit kívánunk, hanem azt tesszük, amit ugye találunk ilyen jó áron. És akkor volt így, hogy nem is tudom, sertésmáj, nem tudom, akkor kacsamáj, ami tipikus példa a kacsamáj, az 50%-kal, 50%-kal, ez nagyon-nagyon szuper. A virsli. Na, a virsli volt például, ugye levettem ott kettő ilyen Kaiser virslit, nem is tudom, 40% akcióban volt, azt hiszem, és ugye azt mondtam, hogy jó lesz a gyerekeknek. Erre az okosa odaírja, hogy jó volt az a lejárt moslék, jó lesz a gyereknek is. Ilyen komment jön. Na most azért adom a gyereknek, mert ő szereti a virslit. Tehát mind a három gyerekünk imádja, és én nem nagyon szeretem a virslét. A Laci viszont nem szereti a mustárt, és ezáltal neki magában a virsle az, hogy nem, tehát úgy belefőzem, mit tudom, a paprikás krumpliába, úgy megeszti, de úgy külön virslét nem nagyon szoktunk enni. Én viszont meg nem szeretem a virslét, ugye? Tehát azért mondom azt, hogy ők viszont, a gyerekek, meg mit a Magdikával elküldöm, és akkor mit tudom én, megeszik egy vacsorára, tök jó ízen, mert imádja. A gyerek az milyen, imádja a párizsit, imádja a virslét, úgyhogy azért mondtam is erre, szándékosan, értitek, kifigurázza azt, amit mondok. Ezeket az embereket én annyira szívesen kivágnám a csatornáról, hogy az meg párhuzamot van a beteg macska, aki kezelés alatt áll, és mindent megtiszünk érte, és pont egy olyan videóból jöttem át ugye a vlogba, hogy ugye pont akkor mondtam el nektek előadásban, hogy mégsem szívbetegség a cicáknak, hanem ugye már csak a FIP, ami önmagában egy halálos betegség, hogy azt kezeljük.
párhuzamot von, hogy bezzeg a gyerek moslékot kap, de a macska meg megkapja, amit tudom én, a prémium kaját. Na csak közlöm, hogy a macska az akciós Lidl-ös konzervkaját kapta meg, mert nem eszik meg mást. Tehát a fehér cicánk egyszerűen annyira, most főleg így a FIP gyógyszer mellett, annyira válogatós, hogy nem eszi meg a Real Nature-t. Nem, egyszerűen nem hajlandó mást megenni, úgyhogy próbálkozunk, mindent veszünk már neki, ugye. Vettünk viszkázt, vettünk, a puszi érdekesen a viszkázt tette, amikor ugye FIP-es volt, úgyhogy meg a, mi a másik, most nem jut eszembe, a kék doboza szokott lenni, Previtál, azt hiszem Previtál a márkája, azt is vettünk, szóval nem mondanám azt, hogy mit tudom én bélszínne, vagy nem tudom, mire tettem a macskát, szóval tökre nem értem. Hogy lehet párhuzamot vonni egy beteg, segítségre szoruló állat és egy ételmentés között? Hát komolyan mondom, nem kell nagy felcsesszen, de azt csesz fel, a YouTube csesz fel, hogy nem tilthatom ezeket az idiótákat ki a csatornára, értitek? A másik meg az párhuzamot van a között, hogy ő most itt Magyarországon a csóróságot, a rászorultságot látja, a között, hogy én most leveszem a 40%-kal olcsóbb, de még tökéletes állapotú és jó virslét, tehát az még két napig vagy három napig az tökéletes, ugye a lejárat szerint is, de ha berakom a fagyasztóba, akkor mit tudja, még két hónapig az tökéletes, ugye lefagyasztom. Mert általában ezt szoktuk ugye fagyasztani, és itt gondolom sokan csináljátok így. Erre írja, hogy hát, hogy ő milyen jó volt, 15 éve elköltözött az országból, ezért ő neki most emeletes háza van, és 4-5 évente vadi új autója van, le tudja cserélni az autót, és nem kell neki azon gondolkodnia, hogy most ilyen akciós ételeket vegyem. Na erre még azt tudnám pluszban mondani, mint a Laci nekem folyamatosan mondta, hogy én szeretném a másik autónkat, ami már elmúlt ugye 10 éves, de újonnan vettük, tehát 10 éves kiánk van. Szeretném lecserélni egy olyanra, amiben hátul szintén elfér 3 izofixes ülés. Csak ezért tudok erre reagálni, mert ezért vagyok képben, egyébként tökre nem érdekel, kinek milyen autója van. Az a lényeg, hogy elférnek benne a gyerekek, és elférjen hátul Alexnek a babakocsia, ugye, nyilván ez egy érdekes, mert most már ugye az automata váltó az, ami nekem ugye kívánság, hogy az legyen, mert a kiánkat én már nem szívesen, tehát nagyon furcsa, hosszú. Tehát, hogy sok automata váltó használat után egy manuális váltóval elindulni, tehát már eleve lefulladtam, de mindegy, ez lényegtelen. Tehát, hogy szerettem volna, hogyha lecseréljük egy olyan, nem tudom, 4-5 éves autóra, és akkor Aci mondta, hogy nem érdemes, mert hogy jelenleg a piacon az új autók annyira silány minőségben készülnek, hogy hát a 10 éves autónk jobb állapotú és jobban megbízható, mint mondjuk most egy vadi új BMW, vagy mit tudom én, szóval gyulladnak itt ki folyamatosan a BMW-k, ugye az a nagy hibájuk, hogy lépternyomon találják, hogy mi is már, hogy 3-4-et láttunk itt kiégni, az egyik az pedig az Interspárnál volt itt, egyen a parkolóban hángolt egy BMW, az M7-esnek a szélén és az emelkedőn nem bírt menni, és ott is ott állt egy, nem is tudom, egy X7-es, vagy nem is tudom, X5-ös, nem, a Q7-es van, de a X5-ös BMW, azt hiszem, igen, ott állt szegénykém, ott lángolt, szóval Laci azt mondta, hogy típusi vagy mondjuk a BMW-nek, a vadi új BMW-nek, minden új autó, sok új autó, hogy nem tudsz most egy olyan megbízható márkát mondani, akitől vennél egy új autót, tehát igazából én hogy mondjam, magamban én röhögtem ezen a kommenten, hogy most tök király, hogy eldobald az autót és veszel újakat, ami nem feltétlenül lesz jó, lehet, hogy sokkal többet fogsz ráfizetni arra, mint mondjuk a 10 éves kiánkra, ami hányszor volt teszelizben ez az autó. Hát nem tudom, kétszer maximum. A Citroenünk, hát szerintem az sem volt olyan sokszor. Az is már egy, nem is tudom, annyi idős, mint a Noé. Akkor 6 éves a Citroenünk. Igen, az is egy olyan 3-4-szer volt így szerizben. De megállni soha nem, tehát soha nem hagyott ott, soha nem gyulladt ki, hála Istennek, de lekopakom. Szóval, igen, nem akarom itt ezt túl hosszúra húzni ezt a részt, csak azt akarom mondani, hogy az Istenbe lehet, ne ragudjatok, párhuzamot vonni, hogy én milyen jólétben élek külföldön, és hogy én autóimat dobálom ki, és cserélgettem, mert 4-5 évente a lejárópult, az étel kidobás elleni, hogy mondjam, tehát az étel kidobással kapcsolatos gondolat mellé. Tehát, hogy annyi, tehát
a legnagyobb, szerintem a ruhaipar mellett az élelmiszeripar az, ami rengeteg szemetet termel. És azért, mert azt látod, hogy ott van az a 40%-a, és 3 nap múlva az lejár, neked az nem kell, te azt féled a bot, te inkább veszed a mit tudom én, te vagy az, aki tipikusan a Auchanban a leghátulra nyúlsz ugye a joghurtok között, és kiveszed azt, ami majd még mit tudom én, 3 hét múlva fog lejárni, nem 1 hét múlva, igen. Van ez a típusú ember, szóval ha meg már itt tartunk, tehát más üzletekben ezeket, ami 2 nap múlva lejár tejföl, simán eladják neked teljes áron. Kisboltokban, különböző kisvárosokban, kis falukban, éjjel-nappalikban, ott lesz neked 1 nap múlva le fog járni, vagy lehet, hogy mele is járt ez a tejföl. Rengeteg ilyen poszt van. Vagy például az Interspárnál ott is egy tök jó példa, vasárnap reggeli időben ugye vettünk 2 kaszinó tojást, meg vettünk 2 körözött egy sonkatekercset, és penészes volt. Ott a frissen a, se tudom, milyennek a neve, csemegepult, azt hiszem az, ott frissen rakta nekem bele a dobozba, és láttam, hogy full penészes volt. A friss áru. Szóval ennyit arról, hogy most azért, mert látsz egy akciós címkét, és ott van szintén frissen előtted, érted? Tehát nyilván van 2 szemem, látom, hogy mi az, amit meg lehet venni, a vaj az tökéletesen olyan például, ami 50%-ban szerintem tök jó, hát úgyis akartam hétvégén sütni, mit tudom én, a virsli is tipikusan ilyen, például ugye új év, szilveszter után rengeteg virsli maradt meg az Auchanban, és ott volt egy csomó, tele volt az a lejáró részleg a virslike, mert túlrendelték magukat. És ahelyett, hogy kidobnák, ahelyett ugye inkább leakciózzák, na bocsánat, csak fűnyírás van, vagy szegényírás van itt nálunk. Szóval én nem értem, tehát hogy a jó Istenbe fegyeterezi valaki azt, hogy a gyereknek én lejárt mocskot adok, vagy moslékot, bocsánat, moslékot adok. Nem is értem. Ez nem lejárt moslék, hanem ez tudatos gondolkodás, hogy például megveszem a Interspárban elég sokszor volt, hogy mit én vettem több zsemlét, amik úgy ott voltak, mit tudom én, 5 darab zsemlé összecsomagolva, szépen hazabacsogtam, berakom a mélyhűtőbe, és 1 hét vagy 5 napig ugye veszem ki minden reggel, vagy magától kialvasztatom, majd, hogy berakom a koszoriba 1 percre, és olyan, mintha friss ropogós lesz. Tehát, mintha tök friss zsemlét ennék. Tehát nem tudom. De aki érti, úgy is érti, amit mondok. Tehát aki ismer minket, úgy is tudja, meg egyáltalán senkinek nem tartozom elszámolással, felelősségre vonni esetleg saját magát, vagy a saját családját tudja, engem ne. Tényleg, mert ez engem rohadtul idegesített. Tehát azt sajnálom, hogy nem tudok embereket kipakolni innen, mert nem kellenek ezek a, nem tudom, ilyen felszínes, talán primitív gondolkodásnak mondanám ezt, hogy még a hetegen a kanapé huszárok, ja, nem tudom. Na mindegy, ezt csak még így el akartam így zerrelben mondani, mert ez nagyon-nagyon bántotta a csőrömet most itt az utóbbi napokban, és elkezdtem rájuk reagálni, de aztán rájöttem, hogy okosabban teszem azt, hogy csak kékszelem, hogy na, szevasz, nem kell ezt ide. Felesleges itt harcokat, meg mit tudom én, ilyen kommentháborúkat szítani, szevasz, kék, kilőjük, kékszeljük, kipackoljuk, aztán annyi. Úgyhogy aki érti, érti, aki szeret minket, nem kötelező, van annyi csatorna, lehet más nézni, lehet a pazarlást, a pocsékolást, a mit tudom én, mit is lehet nézegetni, mi nem ilyenek vagyunk, úgyhogy ennyi. Úgyhogy, ja. Sziasztok!